Molnár Attila polgármesterrel beszélgetünk szeptember 1-én a várost érintő aktualitásokról. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm én is a Város Televízió nézőit. Mától szigorításokat vezettek be az ország egész területén. Ugyan szigorításokkal, de mi még itt Komáromban átmehetünk a határon. Melyek ezek a szigorítások jelenleg szeptember 1-én délelőtt? Hát nagyon sok megkeresést kaptunk már a legelején, amikor ugye bejelentése került, hogy szeptember 1-től új szabályok lesznek a határátlépésre, és hogy minket is folyamatosan kerestek a komáromiak, komáromi cégek, családok, hiszen ez mégis egy városban élünk. És én annak örülök, hogy a részletszabályok megjelenése után azért nyilvánvalóvá vált, hogy a kis határforgalom az ugyanúgy működhet, tehát minket komáromiakat, illetve a 30 kilométeres körzetben élőket, persze egy picit majd azért más szempontból fog érinteni, de a határátkelés az ugyanúgy biztosított lesz, kisebb fennakadásokkal. Éppen ma keresett meg az egyik ipari parki cégünknek a vezetője, majdnem egy órát álltak a dolgozóik a határon, hogy be tudjanak jönni. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy aki el akar indulni és időre megy valahova, bármilyen rendezvényre, eseményre, munkába, egy picivel előbb induljon el, hiszen azért a határon van ellenőrzés, de átjárható mindenféle igazolás nélkül, hogyha 24 órán belül visszajövünk Magyarországra, ez igaz a magyar és a szlovák állampolgárokra is. Észak-Komárom polgármester urával is egyeztettem ezügybe, Keszeg Béla polgármester úrral, és örültünk neki, hogy végül is ez a megoldás lett, ami egyébként már nem ismeretlen a számunkra, hiszen az utolsó néhány hétben még a veszélyhelyzet kapcsán már ez a megoldás született, hogy 24 órás időtartamra egy igazolás kitöltésével, amit az internetről is egyébként le lehet tölteni, de a határon is megkapjuk az ott szolgálatot teljesítő rendőröktől. Ennek a kitöltésével ugye mindenféle egyéb igazolás nélkül csak a személyi okmányaink felmutatásával átjáratunk a határon, tehát nekünk komáromiaknak ez különösen fontos, hiszen családokat nem választunk szét így egymástól, mint ahogy ez múltkor sajnos bekövetkezett néhány esetben, úgyhogy tényleg arról tudunk beszélni, hogy Komárom ugyanúgy egy városként tud lélegezni a későbbiekben is ezen intézkedések után is. Ugye folyamatosan ülésezik a helyi operatív bizottság, jelenleg hány koronavírusos fertőzöttről tudnak itt Komáromban, és mit kérnek a komáromiaktól, milyen óvintézkedéseket? Amikor arról döntöttünk, hogy a hétfői naptól újra ülésezik a helyi operatív bizottság, és áttekintjük azt a helyzetet, ami kialakult az országban, hiszen láttuk, hogy elég komoly lett a napi megbetegedéseknek a száma. Ugye mindig ezt nézem, hogy mennyi a betegszám és mennyi az elhalálozás, hogy ez mindenképpen fontos, illetve a megyei adatok, amikre azonnal rákeresek ebből a szempontból, hogy mennyire érinti a megyénket. Akkor még nem gondoltuk, hogy sajnos lesz aktualitása annak, hogy újra ülésezünk, hiszen azt is el tudom mondani, hogy megjelent a koronavírus most már Komáromban is, ez csak időkérdése volt, látva a tömeges megbetegedéseket, vagy azt a számot, ami már azért tényleg a 300-at csúrolta ott az egyik nap, illetve most is 100 fölött van a mai, ugye kedden beszélgetünk, most szeptember 1-én a mai betegszám, tehát az látható volt, hogy az országban szinte minden területen meg fog jelenni, így megjelent Komáromban is. Nálunk elsősorban egyébként a gólyatáborokhoz köthetően jelent meg, tehát olyan fiatalok, akik ott voltak és érkeztek vissza a városba, fertőződtek meg sajnos. Ugye zajlik a kontaktkutatás, ezért is kérem a komáromiakat, hogy legyünk szokottnál is óvatosabbak. Egyrészt azért, mert most már tudjuk, hogy itt van a vírus, eddig is tudtuk, sejtettük, hogy itt van, hiszen az igazolt koronavírusos megbetegedéseknél vélhetően, ugye mindig Szlávik doktornak a véleményére szoktam figyelni, infektológus véleményére, jóval magasabb lehet a tényleges szám, tehát legyünk óvatosak, és azt a hármas szabályt tartsuk meg, amit kérnek tőlünk a szakemberek is, hogy ez a maszkviselés a zárt terekbe, a kézfertőtlenítés és a biztonsági távolság tartása, ezt a hármat megtartjuk, akkor én azt gondolom, hogy ezt a második hullámot, aminek most már úgy látszik, hogy benne vagyunk az elejébe elég jelentősen, akkor ezt ha ugyan megállítani nem is tudjuk, de mindenképpen tudjuk lassítani a járványnak a terjedését, és ez most talán a legfontosabb célkitűzésünk. Azok a döntések születtek egyébként a tegnapi napon, augusztus 31-től az idősek otthona otthonházában Komárom, hogy a látogatási tilalom került bevezetésre. A Sej János Kórház ugyanúgy bejelentette, hogy a mai naptól, szeptember 1-től szintén látogatási tilalom lépett életbe a kórházba. A bölcsődeinkben, óvodáinkban, ugye a közintézményeinkben ugyanazt a zsiliprendszert tartjuk fenn, amelyet már eddig is azt lehet mondani, hogy jól vizsgázott, tehát hogy a szülők a gyereket átadják már az óvoda ajtajában, tehát nem lépnek be a zárt belső térbe, kizárólag a beszoktatás kapcsán van erre lehetősége a szülőknek, ezt egyeztették egyébként az óvoda vezetőivel, illetve a bölcsőde vezetőivel, ott is maszk használattal, kézfertőtlenítéssel,
És erre kérem én is a komáromi szülőket, hogy ott, ahol láthatóan tünetei vannak a kisgyereknek, akkor ne engedjék közösségbe, ez a legfontosabb, mert hát értelemszerűen a szülő sem menjen dolgozni, hogyha a tünetet érez magán, tehát ez is egy nagyon fontos, hogy a felelősségtudatunk meglegyen ezen a téren. Ugye elmaradnak a nagyobb közösségi rendezvények, készülnénk hamarosan a Mesterségek Dicsérete rendezvénysorozatunkra, amelyet nem fogunk tudni megrendezni, gondolkodtunk el a kis koncerteken, amire volt példa itt a karantén időszakban Rüdiger tó partján a város egyéb pontjain, de látható, hogy most olyan a helyzet, ami miatt ezeket azt gondolom, hogy óvatos duhajként nem fogjuk megrendezni. Több befejezett beruházásnál is elhalasztották az átadási időpontját. Melyek ezek a beruházások? Szivárvány óvodának elkészült a gyönyörű játszóudvara, a műfüves focipályánk a laktanyába, a Molai tornacsarnok felújítása teljes egészében elkészült. Ezeket természetesen használatba lehet venni, de ezeknek az ünnepélyes átadására most nem fog sor kerülni, és az önkormányzati zárt közösségi terekben is ugye marad a létszámkorlátozás, a maszkviselési előírás, amit mindenképpen kérünk mindenkitől, és az, hogy a távolságtartás biztosított legyen, és ugye azt is fogjuk kérni mindenkitől, hogy a zárt sportlétesítményeinkben sportcsarnok, molai tornacsarnok, csak zárt kapus mérkőzéseket engedélyezünk, ez a zárt terekre vonatkozik elsősorban, és sajnos a városi úszás programmal is most átmenetileg szünetelünk, hiszen itt a nagycsoportos óviktól az első és másodikos iskolásokat érinti. Nem a fürdő miatt, mert ugye tudjuk, hogy a vírus legnagyobb ellensége a klór, tehát a fürdő talán az egyik legbiztonságosabb létesítmény most a városban, hanem az odautazás, ott is átöltözések, öltöző használat, egyebek, tehát annyi rés van a pajzson, amit nem szeretnénk, hogyha bárhol is ez a vírus utat találna magának, úgyhogy minden olyan dolgot, ami elősegítené, hogy ez tovább tudjon terjedni, ezt próbálunk most egy picit visszafogni. A beruházásaink zajlanak, tehát ez is egy fontos szempont, hogy azért a gazdasági élet ne álljon le, hiszen ez látható volt a karantén időszakban is, hogy brutális problémákat okozott nem csak Magyarország, hanem a világ teljes gazdaságában is. Ugye itt azokat a beruházásokat érdemes előhozni, amelyeket pályázati úton tudunk megvalósítani. Hiszen majd látható, hogy a gazdasági hatások miatt azért nekünk is valószínűleg a költségvetéshez hozzá kell nyúlni, de ugye ezek a legfontosabbak, amiket látunk ugye járva kelve a városban, a Jókai Ligetnek az úgynevezett zöldváros fejlesztése, beruházása, ami érinti a gimit, érinti az ottani játszóteret, aminek az átadását még pont meg tudtuk ejteni a karantén időszak után. Ott most már egy ilyen kültéri kis fitnesspark is átadása került, és láthatóak azok az impozáns épületek, amelyek kialakulnak majd ott főépítészünk Siklós József Ébődéjas főépítésznek a tervei alapján. Zajlik az ipari parkban az úgynevezett inkubátorháznak a kivitelezése, ami ugye az ideérkező vállalkozásokat segíti. Ez az egyik legfontosabb szerintem, hogy mindenképp előre menni a gazdasági életet, fejleszteni, munkahelyeket teremteni, új cégeket esetleg eltelepíteni, vagy a meglévőknek a fejlesztéseiket elősegíteni. És hát a másik szívem csücske beruházás, kettő ilyen is van, ugye az egyik a volt Rakspet területen, ami egy nagyon elhanyagolt terület volt, az úgynevezett non-profit szolgáltatóháznak a kialakítása, ott is átadás közeli állapotban vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy egy hónapon belül talán készen is tudunk lenni, és a Brigéció látogató központa volt mezőgazdasági kombinált központ épülete, ahova egyébként majd a múzeum költözik át, és az ELTE régészeti tanszékének a tudásközpontja fog költözni, szintén zajlik, és ezeknek a beruházásoknál már ott vagyunk az átadásnak a küszöbén, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezeket nem kellett megállítani. Van néhány olyan projekt, amiről úgy döntött a képviselőtestület, hogy adjunk be egy plusz támogatási kérelmet, hogy ne az önkormányzatnak a saját pénzéből kelljen ezeket megvalósítani, például a geotermikus energiának a fejlesztése, vagy a Molaj város részben az úgynevezett régészeti parknak a kialakítása. Itt azért több száz millió forintokról beszélünk, amit a városnak saját erőből, vagy fejlesztési hitelből, de hát azt is valamiből majd vissza kell fizetni, tudjuk finanszírozni. Tehát ezeknek a projekteknek, pályázatoknak, beruházásoknak a megvalósítása majd azon múlik, hogy tudunk-e még plusz állami támogatást kérni hozzá. Jó úton haladunk, a kérelmeinket benyújtottuk, úgyhogy bízom benne, hogy ott is pozitív válaszokat fogunk majd kapni. És hát ami ugye nagy dilemma majd, hogy a saját fejlesztéseinket, beruházásainkat hogyan tudjuk elindítani, mert mindig mondom, hogy nagyszerű dolog új hidat építeni, erődöket felújítani, meg milliárdos hatalmas fejlesztéseket a városba hozni, és látható, hogy tényleg gyönyörű a városunk, és megy előre is fejlődünk, de hogyha mindennapi komfortérzetet segítő beruházások, hát itt volt néhány héttel ezelőtt megint a hatalmas nagy csapadék a nyakunkba, nincs olyan csatornarendszer, ami elvezessen 75 mm lezúduló csapadékot, ami 20 perc alatt a nyakunkba esik, de vannak olyan inkriminált pontok, ahol néhány
százezer vagy néhány milliós beruházással meg tudjuk előzni azt a problémát, amiket láttunk néhány helyen, hogy kialakultak, tehát ezeket mindenképpen meg kell valósítanunk. Ugye itt majd, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, a takaró milyen hosszú lesz, ezt majd meglátjuk, de ezeket a beruházásokat sem szeretnénk elhanyagolni, ami a komáromiaknak a kényelmét és a komfort érzetét szolgálja majd. Előbb már említette a költségvetést, előreláthatólag hogy fogja befolyásolni a koronavírus a költségvetést, milyen gazdasági hatása lesz Komáromot nézve? Hát egy biztos, hogyha röviden akarnék rá válaszolni, akkor azt mondom, hogy nagyon negatív irányba, hogy mennyire negatív irányba, azt majd meglátjuk. Hát látjuk a világgazdasági folyamatokat, meg én is nézem a makrogazdasági, meg mikrogazdasági számokat, hogy körülbelül hogy nézünk ki. Látható, hogy a gazdasági visszaesés az mennyi az Európai Unióban, jóval 10% fölötti. Tehát ez egy azt vetíti előre, hogy vélhetően nekünk is nehezebb lesz a helyzetünk. Ugye igazából ezt mi akkor fogjuk látni, amikor a szeptemberi adóbevételekkel szembesülünk, hiszen a május végi adóbevallásoknak az időpontját ugye kitolta a kormányzat szeptember végére, és ugye a márciusi adóbevételeink azok még talán mondhatni, hogy majd, hogy nem a normalitás állapotát tükrözték, tehát most lesz az első olyan szeptember 15-ai, szeptember 30-ai dátum, amelyet én is lélegzett visszafolytva várok, hogy ott körülbelül mivel fogunk majd szembesülni. Én nagyon bízom benne, hogy az a helyzet, amit mi most látunk Komáromban, hogy más településekhez képest, ugye mit jelent egy nagy világberuházás, mondjuk utalok az SK Battery-nek, a dél-korai cégnek az itt történő jelenlétére Komáromban. Ez azt jelentette, hogy amíg Magyarország szállodai, azok üresen kongtak mindenhol, akár Budapesten, akár Hévízen hallottuk a bejelentéseket, nálunk nagyon jó kihasználtsággal mentek a városnak a létesítményei, meg kimondottan akár a szállás vagy szállodákat tekintve, vagy bármi más olyan kereskedelmi egységek is egész jó forgalmat tudtak bonyolítani, köszönhető annak, hogy itt volt egy világcég, amelyik ezen átlendített minket. Úgyhogy abba bizakodom, hogy mivel ezen a téren nem állunk rosszul, és a városban lévő gazdasági társaságainkat néhány nappal ezelőtt ugye a Szólumnál volt egy komoly bejelentés, ami a Szanó szerepvállalását jelentés, hogy nagyon komoly mintagazdaság fog létrejönni. De említhetnék jó néhány komáromi céget, amely több milliárdos fejlesztésekbe gondolkodik. Én abba bízom, hogy nem lesz akkora hatása, biztos, hogy lesz hatása, az is biztos, hogy negatív hatása lesz. Az a kérdés, hogy ez mennyire lesz negatív. Szeptember végén fogunk tudni erről majd számot adni. Én azt kértem a kollégáktól és a képviselőtestület tagjaitól is, hogy vélhetően valamikor október közepén leszünk abba a tudásnak a birtokába, hogy az idei költségvetésnek a számain tudjunk alakítani. Biztos, hogy valamihez hozzá kell nyúlni. Én azon vagyok, hogy a városi közalkalmazottak, ebbe gondoljuk bele a teljes egészségügyi alapellátás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, a teljes szociális szférát, óvodáink, bölcsődeink, tehát az összes közalkalmazottunkat, mindenkit. Ugye nálunk a normatíva fölötti a személyi juttatásoknak, a bérezéseknek a rendszere, tehát ezt semmiképpen nem szeretnék hozzányúlni, mert az már a végkezdete tényleg, hogyha a működéshez ilyen szinten hozzá kell nyúlni, illetve a városi kedvezményrendszerekre, ami elsősorban a fiatalokra, családokra, idősekre, szemétszállítási kedvezmény, lakásépítési támogatás, meg a számos olyan programunk, amelyet ugye működtetünk a városban, kelengye pénzért sorolhatnám még, tehát ezeket mindenképpen szeretném, hogyha meg tudnánk tartani. Ez egy közös gondolkodás lesz, hogy hogyan tudjuk ennek a hatásait csökkenteni. Vélhetően elsősorban a beruházások lesznek azok, amelyek egy picit ennek a kárát fogják látni, de én bízom benne, hogy ugye mi elég sokszor összefogtunk a bajban, és megmutattuk Komáromnak, meg a komáromiaknak az erejét. Én azt gondolom, hogy ha most egy ilyen nehéz helyzet elé fogunk nézni, remélem, hogy nem lesz ilyen, mondom, hamarosan kiderül, akkor is úrrá fogunk tudni lenni rajta, de október első napjaiban fogjuk konkrétan látni azt, hogy milyen intézkedésekre van szükség, és körülbelül mi az a negatív hatás, amivel meg kell majd birkóznunk ebben az esztendőben, meg esetleg a jövő esztendőben is, hiszen ne felejtsük el, hogy a jövő márciusi helyi adóbevételnek az időszaka az idei év alapján kerül majd megfizetésre, tehát még a jövő év első fele lesz, amire szerintem oda kell figyelnünk, és ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott stabil gazdálkodása legyen a városnak, ahhoz most egy nagyon felelősségteljes gondolkodás kell mindannyiunk részéről. Zárjuk a beszélgetést a két nagy állami beruházással, a Csillagerőddel és az Új Dunahíddal. Ugye eredetileg az Új Dunahídat augusztus 20-án adták volna át. Van új időpont? A másik sláger téma az Új Dunahíd, így a határzárás kapcsán ez volt, amivel legtöbben megkerestek az elmúlt napokban engem is, meg természetesen az erődök. Nekem volt szerencsém a néhány nappal ezelőtt a Csillagerődöt megtekinteni, fantasztikus most már az új gyönyörű nagy szobroknak az ottani kialakítása, restaurátorok dolgoznak gőzerővel, és most már az egyik nagy lovasszobor
szobor el is készült, és a Donatellónak a lovasszobra az, ami most éppen dolgoznak a restaurátorok, tehát tényleg pazar a látvány, ami ott fogad minket. Jelen állás szerint, ha minden jól megy, akkor március 15-i nemzeti ünnepre igazodva esetleg a csillagerőd átadására is sor kerülhet, ám bár hogy ezt a járványhelyzet mi, hogyan fog akkor alakulni, és mit fogunk tapasztalni, ezt előre még senki nem látja, hogy meddig kell ezzel a helyzettel küzdenünk, de bízom benne, hogy akár március 15-én, vagy valamikor a tavasszal a csillagerőd átadása is meg tud történni, és akár az egy újabb erődfejlesztési program is el tud indulni a városban, és hát nekünk ugye az új Dunahíd, látható, hogy amikor koronavírusról, annak a gazdasági hatásairól beszélünk, tegnap hallogattam egy elemzőt éppen valamelyik televízió csatornán, hogy egy picit fordult a trend, és ugye néhány hónappal ezelőtt, mivel ismeretlen vírussal álltunk szembe, az emberek leginkább a vírustól féltek, és az volt az elsődleges, hogy azt valahogy megakadályozni, és most ez annyiban fordult, hogy most meg a gazdasági hatásaitól félünk leginkább a vírusnak, hogy ebből mi lesz, megmarad-e a munkahelyem, nem marad meg. Tegnap épp egy kedves barátom hívott fel, hogy elveszített a munkahelyét, ami nem Komáromba volt, hanem Győrbe dolgozott egyébként, és abba kért segítséget, hogy vissza tudjon jönni Komáromba. De ezek jó hírek, hogyha azt látjuk, hogy éppen az egyik nagy beruházónk több mint 1000 embert keres felvételre a most épülő második ütemű gyár egységébe. Tehát, hogyha van munkahely, hogyha a gazdaságfejlesztéséhez szükséges infrastruktúrális feltételeket ki tudjuk alakítani, akkor az mind-mind generálja a helyi adó bevételt, amivel én azt gondolom, hogy itt Komáromba talán úrrá tudunk lenni a bajokon, és ezért fontos az új híd beruházása is. Mert amellett, hogy persze az idegenforgalomnak is fontos lesz a közlekedés szerkezetnek is fontos lesz, egy nagyon komoly gazdaságfejlesztési hatása lesz az új Dunahídnak. Jelenleg úgy állunk, hogy a magyarországi forgalomba helyezési, üzembehelyezési eljárás lezárult, a híd elkészült, tehát ő köszöni szépen, készen van, várja a forgalmat, hogy most már végre birtokba vegyék az emberek, hogy a gyalogosok is mehetnek, hiszen járda is lesz rajta, biciklisek is, autósok is, sőt a teherautók is használhatják majd. A szlovákiai eljárás az, ami egy hosszabb idő, tehát ami nálunk a magyar oldalon 2-3 hét alatt, egy hónap alatt lefutott, az ott 2-2,5 hónap, én úgy tudom, hogy az utolsó polgármester úr tájékoztatása alapján az utolsó simítások vannak ott is az engedélyezési eljárásban, úgyhogy valamikor szeptember közepén vélhetően átadásra kerül az új Dunahíd, hogy az milyen keretek között, nekem egy nagy szívfájdalmam, hogy a hídnak egy klasszikus hídünnepet szerettem volna, amiben a komáromiak is magukénak érzik, meg érezhetik a beruházást így szimbolikusan is, meg jelképesen is. Vélhetően erre a koronavírus járvány miatt nem kerülhet sor, hogy amúgy is a szlovákiai fél fogja az átadási eljárást majd folytatni, illetve a ceremóniát szervezni. De én abba vagyok elkötelezett, hogy ahogy ezt engedi a járványhelyzet, akkor egy hatalmas fesztivált fogunk csapni a hídnál, hiszen a látogatóközpontot sikerült itt tartanunk, tehát ott annak a környéke az önkormányzat tulajdonában tud maradni, tehát az adja magát az a hely ahhoz, hogy ott birtokba vegyük, és tényleg ennek a beruházásnak együtt tudjunk ünnepelni. Ugye a Monostori híd nevet kapta a hídunk, ugye ezt már tudjuk, ami nekünk azért annyiból jó, hogy mégiscsak a városhoz kötődik Monostorhoz. Azért én mindig úgy szoktam hívni, hogy ez az összetartozás hídja is, meg valamennyi komárominak az egyik nagy büszkesége, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a szeptember közepi hivatalos aktus után majd lehetőség lesz arra, hogy együtt a komáromiakkal tudjunk örülni ennek a nagy beruházásnak, és hogy itt valósulhatott meg nálunk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is, arra szeretném kérni a kedves komáromiakat, hogy továbbra is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra is.